vendégeink, a Karcagi Kártai Gábor Kórház vezetősége nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket nyugdíjas találkozónkon. Örömünkre szolgál, hogy elfogadták meghívásunkat és megtiszteltek minket jelenlétükkel. Nyugdíjas találkozónk megtartásával mindig az a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy elődeinket tiszteljük. Nem szabad elfeledkeznünk áldozatos munkájukról, hiszen nélkülük mi sem lehetnénk ma itt. Fontos elismernünk, amit életük során elértek és ránk hagytak, hiszen elődeink alapjaira építkezünk most is. Köszönjük, hogy verítékükkel, szorgalmas munkájukkal, áldozattal a nehéz időkben megteremtették és biztosították nekünk, hogy nekünk fiatalabbaknak, hogy a nyomdokaikba léphessünk. Ezen gondolatok jegyében rendezvényünkön külön tisztelettel köszöntöm F. Kovács Sándor urat, térségünk országgyűlési képviselőjét. Sári Kovács Szilvia asszony, Karcagváros alpolgármesterét. Dr. Fazekas Gábor Gyula urat, a Kártai Gábor Alapítvány kuratóriumának elnökét. Nagyné László Erzsébet asszonyt, a Karcagi Kártai Gábor Kórház főigazgatóját. Dr. Takács Beáta, orvosigazgató asszony. Horváthné Vas Erzsébet, ápolásigazgató asszony. Felkérem F. Kovács Sándor urat, köszöntse a megjelenteket. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, főigazgató asszonyt, itt mellettem igazgató urat, orvosigazgató ápolást. Ápolási igazgató asszonyt, és hát most vagyok nagy bajban, mert egészségügyi nyugdíjas találkozóra jöttem, és amikor körbenézek, akkor meg kell állapítanom, hogy nagyon fiatalok a mostani nyugdíjasok. Valahogy régebben én úgy emlékeztem rá, hogy idősebbek voltak a nyugdíjasok, és amikor körbenézek, meg kell állapítanom, hogy nagyon fiatalok, és nagyon sok jó ismerős van itt az egészségügyi dolgozók a nyugdíjasok között, és van úgy a magánéletből is, hiszen nekem is 55 év tapasztalatom van a karcagi egészségügyről, hiszen gyermekként vartak, gipszeltek, és a régebbi egészségügyi dolgozók jó részét onnan ismerem, és a fiatalabbakat pedig onnan, hogy a gyermekeimmel és szüleimmel azért sajnos sűrűen látogatjuk a kórházat és az egészségügyi intézményeket. De ez a mai nap nem erről szól, ez a mai nap szól egy kicsit az emlékekről, szól egy kicsit a régi kollégákról, a régi egészségügyről, és szól arról, hogy milyen jó, hogy itt Karcagon az egészségügyben egy olyan közösség van, amely egy ilyen rendezvényen össze tud jönni. Hiszen a karcagi kórház és a karcagi egészségügy mindig egy külön színfolt. Egy olyan sziget volt a városnak, amely példát tudott mutatni, amely irányt tudott mutatni, és a város életében mindig meghatározó szerepe volt. Rangot jelentett az egészségügyben dolgozni. Rangot jelentett mindenkinek, aki az egészségügyben dolgozott, hiszen tudták azt, hogy ha valaki a kórházban vagy a házi orvosi rendelőben dolgozik, bizalommal fordultak felé, tudták azt, hogy az egy rangot jelent. Egy rangot jelent, és most is rangot jelent egy egészségügyi dolgozónak lenni. Tehát az emberek bíznak, az emberek bizalommal fordulnak minden egészségügyi dolgozóhoz. Én köszönöm mindenkinek azt a munkát, amit a város és az itt élő emberek érdekében végzett, mindannyiunk érdekében, hogy figyeltek ránk, gondoskodtak, és az elvártnál, az elvárhatónál sokkal többet adtak mindannyiunk számára. Mert ezt a hivatást lélek, elkötelezettség nélkül nem lehet végezni.
az egészségügyi dolgozók, az egészségügyi szakma egy olyan szakma, amely többet kíván attól, aki ebben a szakmában van, többet. Sokkal többet, mint bármely más hivatás és bármely más szakma. Hiszen életről, egészségről és emberekről döntenek, életet, egészséget és embereket óvnak. Én még egyszer mindenkinek köszönöm azokat a hosszú évtizedeket, amelyeket az egészségügyben töltöttek, hogy vigyáztak ránk, és tudom azt, hogy aki egyszer egészségügyi dolgozó, az hiába megy nyugdíjba, akkor is egészségügyi dolgozó, mert a szomszéd fordul hozzá, kérdezi, a családtagok kérdezik, bizalommal fordulnak hozzánk, tehát akkor nem egy nyugdíjas találkozón vagyunk, hanem egy egészségügyi dolgozók találkozóján, akik nem pályakezdők, hanem már tapasztaltak. És mit lehet kívánni egy ilyen alkalommal az egészségügyi dolgozóknak is, mint az ápoltaknak és a betegeknek? Jó egészséget, hosszú boldog életet kívánok mindenkinek, és a ma estére nagyon jó szórakozást. Köszönöm szépen! Kérem, Sári Kovács Szilvia, a polgármester asszony, köszöntse a jelenlévőket. Tisztelt képviselő úr, főigazgató asszony, orvosigazgató asszony, ápolásigazgató asszony, kuratóriumi elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégek, kedves nyugdíjas kórházi egészségügyi dolgozók. Karcagváros önkormányzata nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Engedjék meg, hogy először is átadjam Szepesi Tibor polgármester úr személyes üdvözletét, aki nem tud most jelen lenni, de lelkemre kötötte, hogy adjam át üdvözletét, és azt mindenkinek nagyon jó szórakozást és kellemes időtöltést, és nagyon jó egészséget kíván. Képviselő úr az előbb elmondta, hogy csak a fiatalok között vagyunk. Igen, igazat adok neki, hiszen én a saját nyugdíjasainkon látom, hogy elmennek nyugdíjba, és visszajönnek hozzánk egy év múlva, és 10 évvel fiatalabbak. Nem tudom, hogyan csinálják, de valami varázslat lehet ezekben a nyugdíjas években, és látva a mosolygos arcokat, megnyugodtam. Amikor a főigazgató asszony megkért, hogy köszöntsem Önöket, akkor úgy gondoltam, hogy írok egy szívhez szóló, idézetekkel teli köszöntő beszédet, de úgy gondolom, hogy mégsem ezt fogom tenni, hanem a saját élményemet osztom meg Önökkel, főleg, hogy ezeket a mosolygós arcokat látom. Tegnap este érkeztünk haza egy pár napos pihenőből, Hévízről. Egyedül lubickoltam a tófürdőben, és nagyon sok gyerekes szülő, és nagyon sok idős ember vett körbe. Hát amiket ott hallottam panaszként, ha én ezt most elmondanám, hogy esetleg leírnám, hát bizony több száz oldal lenne. És most, hogy a képviselő úr köszöntette Önöket, végig gondoltam, hogy hát Úristen, hát Önök ezeket hallották nem 3 napig, hanem 33 vagy 43 éven keresztül. Úgyhogy úgy gondolom, hogy akik az egészségügyben dolgoztak, igen, megdolgoztak azért, hogy a nyugdíjas éveiket élvezhessék. Hiszen valljuk be őszintén, egészen más elmenni nyugdíjba egy adminisztratív munkakörből, ahol bemegy az ember az irodába, leül, elvégzi a papír munkáját, a papír nem beszél vissza, nem panaszkodik, semmi baja nincsen, nem vérzik, nem kell volni, nem kell gipszelni, és utána letelnek az évek, és elmegy a nyugdíjba. De amikor egy egészségügyi dolgozóról van szó, ott azért fizikai munkáról is szó van, és lelki, mentális megmérettetésről is. Hiszen a sok beteg, panaszkodó ember, akiknek a fájdalmát enyhíteni kell, bizony a kedély állapotát is javítani kell. És Önök ezt a gyógyító munka mellett mind megtették. Tehát nagy az örökség, amit Önöktől kaptunk, és nagyon magas a mérce, amit a mostani fiataloknak teljesíteni kell. De én bízom abban, hogy ezt a hagyatékot, amit Önök itt hagytak, tovább tudják vinni, és ugyanolyan jó egészségügyi dolgozók lesznek, és úgy mennek nyugdíjba, ahogyan ezt Önök tették. Végig tekintve Önökön, nem is szaporítanám a szót, hiszen nem azért jöttünk össze, hogy köszöntő beszédeket halljunk, hanem azért, hogy együtt legyenek, jó kedvben, örömben, boldogságban, jókat tudjanak beszélgetni, a kellemes és csak is a jó emlékeket fölidézni, jól szórakozni és egy kellemes délutánt eltölteni.
és mit is kívánhatnék befejezésül, mint azt, hogy ezt ne csak a nyugdíjas találkozókkor tegyék meg, hanem minél több alkalmat ragadjanak meg arról, hogy találkozzanak, beszélgessenek, együtt legyenek, hiszen én úgy gondolom, hogy ez az élet igazi nyugdíjas éveket meggazdagító pillanata, és ehhez ragaszkodjanak, és mindig is tegyék ezt meg. A mai délutánhoz nagyon jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánok, és további nagyon boldog, egészségben eltöltött nyugdíjas éveket kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy meghallgattak. Felkérem Nagy László Erzsébet főigazgató asszonyt, hogy köszöntse a jelenlévőket. Tisztelt képviselő úr, a polgármester asszony, főigazgató vagy igazgató asszonyok, kedves vendégeink, minden kedves hölgy, férfi, volt kollégám, vagy a kórház korábbi volt kollégája. Hát úgy érzem magam, mint egy évfolyam találkozó. Régen volt az, amikor 5 évvel ezelőtt találkoztunk, még akkor nem ilyen szép számban, mert azóta több 18 és fél éves, így szoktam mondani, nyugdíjba ment a kórházból, nagyon fiatalon, és valóban, ahogy ezt a polgármester asszony is mondta, hogyha elmentek nyugdíjba, utána egy pár év múlva találkozunk az utcán, vagy találkozunk, ne adj Isten, bent a kórházban, mindenki olyan mosolygósan jön, unokázik, beszélget a régmúlt emlékekről. Ez annyira jó leső érzés, hogy hát lassan-lassan én is elérem azt a kort, hogy nyugdíjban mehetek, de az unoka már úton van, ez az idei termés. Köszönöm szépen. És valahol kezdem azt átélni, amit ti átéltek, hogy jó, legalább évente, vagy lehet 2 évente, vagy akár így 5 évente is találkozni, és elbeszélni valóban, mint egy évfolyam találkozón, hogy kinél, hogyan gyarapodott a család, és nem is feltétlenül arról, hogy hányszor és miért volt a kórházban az elmúlt időszakban, mert azért vannak olyan nyugdíjasaink is, akik a kórusba járnak vissza, és énekelnek, megmosolyogtatnak minket, és vannak olyanok is, akik az utcán megismerve egymást, vagy a piacon elbeszélgetnek. Csatlakozva egyébként az előttem szólókhoz azért annyit szeretnék elmondani, hogy valóban mindannyian egészségügyben, egészségügyi dolgozók voltatok, és ez egy kitörölhetetlen emlék, úgy hiszem. Úgy hiszem, nem csak a Covid mutatta meg, mert azért az jelentősen megmutatta, hogy mennyire kell helytállnia, és mennyire kell bíznia a betegeknek az egészségügyben dolgozóknak, hanem az, hogy szakorvosoktól, az ápolókig, az egészségügyben dolgozókig, a konyhás dolgozókig, a takarítókig, mindenki itt van. És ez annyira jó, mert így egy csapat a kórház, így egy csapat ma is, ahogy volt egy csapat a ti időtökben is. Ez csak így lehet együtt dolgozni, és csak így lehet együtt a betegekért dolgozni, a gyógyulásokon, az ápolásokon és az ellátásokon nyilván. Én nagyon örülök, hogy ennyien eljöttetek máma, és úgy hiszem, hogyha így haladunk, és tényleg ilyen fiatalon mennek nyugdíjba, és oda nézek a két legutóbb nyugdíjba ment kolléganőre, ha ilyen fiatal, akkor ki fogjuk nőni előbb-utóbb ezt a termet, és nagyobb helyiségre lesz szükségünk, de akkor is milyen jó lesz, ha minél többen össze tudunk jönni, és meg tudjuk beszélni a történteket a családban, a szeretteink körében. Szeretném elmondani tájékoztató jelleggel, de igen-igen pozitív információval, hogy valóban a tiszteletet szeretnénk ezekkel a nyugdíjas találkozókkal felétek irányotokba jelezni. Azt, hogy nektek köszönhetően az 1967-ben épült kórház folyamatosan működhetett és működhet ma is. És ennek egyik jele volt az idei évben, hogy a Magyar Kórház Szövetség egyik díjára a Karcagi-Kártai Gábor Kórház vezetése felterjesztette dr. Zsembeli József főigazgató urat.
átvehette a Kórház Szövetség legutóbbi ülésén a Scholz Kornél emlékmű díjat, úgyhogy ezúttal is szívből gratulálunk. És ugyanilyen tiszteletadásnak köszönhető, úgy gondolom, tudjátok, ismeritek a Kórház udvarán az életfa, amit ugye szobrászművészünk készített, és az idei évben a Kátai díja dr. Karsai Lajos szülésznő. Bocsánat, dr. Karsai Károly, bocsánatot kérek, mindig Lajoshozom, de ő ért arra is, Kapusi Lajosra néztem, dr. Karsai Károly. Dr. Karsai Károly szülésznői gyógyász főorvos úr kapta a távollétében, sajnos egészségi állapota miatt, illetve a felesége egészségi állapota miatt nem lehet itt, de kérem, hogy tapsoljuk meg őt. És valóban az előttem szólókhoz csatlakozva azt kívánom mindannyiótoknak, családjaitok, szeretteitek körében minél több egészségben eltöltött életévet éljetek meg, és a mai napon nagyon jó szórakozás, ehhez a zenét ugye Farkas Judit biztosítja, a finom ételt az SZNKFT, és egy kis műsorral azért támogatja ezt a rendezvényünket is, a Kátai Madison Kórus. Nagyon jó szórakozást, jó egészséget kívánok mindenkinek! Főigazgatóasszony gondolatait, és ahogy már igazgatóasszony említette, a Kátai Madison kórus műsora következik. A Kátai Madison kórház kórusa 2010-ben alakult lelkes dolgozóinkból. Az elmúlt több mint 10 évben 100-nál több fellépésen vannak túl, melyek között több külföldi is szerepel. A mai alkalomra egy különleges műsorral kedveskednek. Fogadják őket olyan szeretettel és lelkesedéssel, ahogyan ők készültek a mai alkalomra. Thank you.
Nagy mértékben pedig orvosság, mindenkinek jó egészséget és jó étvágyat kívánok!